Köszöntöm a Telenmagazin nézőit, Bence Péter vagyok. A következő időszak pályázati koncepcióját készíti elő Tolnaváros önkormányzata. A tervezetet a szakbizottságok javaslatai után társadalmi vitára bocsátják majd. Az önkormányzat arról is döntött, rendkívüli támogatásban részesíti a Város Kézilabda Egyesületét, és arról is, hogy 2 millió forintos pályázati alapot hoznak létre, melyre civil szervezetek nyújthatnak be igényeket. Lezárult az Európai Uniós fejlesztési ciklus, mely Tolna számára számos beruházást eredményezett, fejlesztve ezzel a város infrastruktúráját élhetőbbé, komfortosabbá tette a települést. A város önkormányzata arról tárgyalt, milyen koncepció mentén határozzák meg a következő pályázati időszakban a fejlesztési elképzeléseket. Nagyon fontosak és nagyon számottevőek azok a fejlesztések, amik én azt gondolom, hogy az itt élők életét tették könnyebbé. Ilyen például az idősek napköziének, az Árpád utcai intézménynek a felújítása, megújítása volt. Ez egy nagyon szép épület lett, és az idősek azóta úgy tűnik, hogy még szívesebben látogatják ezt a létesítményt. Aztán az elmúlt időszakban épült például a Magház is, ez egy turisztikai műszaki bemutatóhely. Ekkor épült az uszoda is, ami ugyan nem városi projekt, de hát a város is ehhez nagyon komoly összeggel, mintegy 90 millió forinttal járult hozzá, tehát ez is egy közös állami és önkormányzati beruházás volt. Az elmúlt időszakban lett a Mözsi Művelődési Ház felújítva, a szennyvíztelep egy mintegy 1,5 milliárdos támogatásból felújítva, aztán amit talán a legtöbben használnak, az a Dunapart megújítása. Tehát ezek mind, vagy az iskolai épületek energetikai korszerűsítése, ezek mind-mind olyan beruházások voltak, amik nagyon fontosak, és ne felejtsük el a legutoljára átadottat, a kerékpárutat, ami faddal, illetve domborival köti össze a települést. Nagyon szívesen használják nem csak a tolnaiak, hanem az itt élők is. És akkor most nem beszéltem egyébként az úgynevezett kicsikről, tehát a két civilház felújításáról, játszótereket hoztunk létre a Vásártéren, Mözsön, a Dunaparton. Aztán nagyon sok civil egyesületet tudtunk támogatni, ifjúsági fúvószenekart, alapítványokat, egyesületeket, akik programokat szerveztek itt, és volt két EFOP-os pályázatunk is, a városnak kettő, és intézményeinknek is volt egyébként, a kulturális központnak és a családsegítőnek is, amik több éven áthúzódó úgynevezett soft programok voltak, ahol a munkába visszavezetést segítették, vagy háztartási praktikákat például a hölgyeknek, és tényleg nem szeretnék semmit kihagyni, de rengeteg program volt, és ez mind-mind olyan, én azt gondolom, amit jó lenne folytatni a jövőben is. Az önkormányzat most azon dolgozik, hogy a következő ciklus irányelveit kidolgozzák, mondta Appelszófer Ágnes. Én felkértem a képviselőtestület bizottságait arra, hogy egy rendkívüli ülésre készítsenek elő egy olyan anyagot, amit ők gondolnak. Mert hogy mi bent a hivatalban a többi városvezetővel egy bizonyos irányt már megszabtunk, de ez korán sem biztos, hogy jó irány, sőt szinte egészen biztos, hogy nem teljes. Úgyhogy én azt várom a képviselőtestület bizottságaitól, hogy kiegészítik ezeket az ő ötleteikkel, és meghatározzuk azokat az irányokat, amiben a város további fejlődését látjuk. Ez egy nagyon fontos lépés egyébként a város életében, mert most ugyan, és sokszor úgy tűnik, hogy papírokat gyártunk, de nagyon fontos az, hogy ne ötletszerűen történjenek a fejlesztések, hanem egy előre meghatározott irányba történjenek meg azok, és nagyon fontos az is, hogy ez minél szélesebb körű társadalmi elfogadottsága legyen itt a városban. Tehát ennek nyilván megvan a maga menete, mi felállítunk egy koncepciót, és arra magának az integrált területfejlesztési stratégiának az elkészítése során pedig úgynevezett társadalmi egyeztetésre fog sor kerülni. Ez azt jelenti, hogy véleményezhetik a lakók, lehetett nekik is ötleteik, úgyhogy ez egy első lépés, és remélem, hogy a következő fejlesztéseinket minél szélesebb körben tudjuk majd elfogadtatni az itt élőkkel. A koncepció tervezet elfogadása mellett a város önkormányzata arról is döntött, rendkívüli támogatásban részesíti a kézilabda klubot.
Az a sajnálatos esemény történt ugye az elmúlt időszakban, hogy a kézilabda klub elnöke elhalálozott, Takács István, és nagyon jó volt mindig is a kapcsolatunk a kézilabda klubbal és elnök úrral, de nyilván a betegsége nyomán már a papírozás az már nem feltétlenül úgy működött, nyilván a betegségéből kifolyólag, ahogy az teljesen szabályszerű lett volna, és ez azt mondta maga után, hogy nem tudtuk kiemelt sportegyesületté nyilvánítani vagy fogadni a Tolnai Kézilabda Klubot, de mindenképpen az volt a szándékunk, hogy támogassuk a jövőben is őket, hiszen ez egy nagyon fontos sport, és nagyon sok gyermek és fiatalkorú kézilabdázik a mai napig is még Tolnán. Úgyhogy a képviselőtestület úgy döntött, hogy ugyan nem kiemelt sportegyesület a Tolnai Kézilabda Klub, de ebben az évben 1 millió forinttal támogatjuk az ő működésüket. A tavalyi esztendőben a pandémia miatt nem kerültek kiírásra a közművelődési pályázatok, hiszen nem lehetett rendezvényeket szervezni. A helyzet változásával ismét megteremtette Tolna önkormányzata a közösségek számára pályázható pénzügyi alapot 2 millió forint összegben. Ezzel együtt a megvalósítás határidejét is kitolta 2022. júniusáig. Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az Idősek Világnapját. Azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld mintegy 600 millió lakosáról. Tolnán, ha éppen a vírusjárvány nem teszi lehetővé az ünneplést minden évben, a város vezetése meghívja a szépkorúakat egy közös délutánra. Fogtam egy gyert, jaj de kár, elröpött már vesze száj madár. Tolna Mőzs nyugdíjasokat összefogó civil szervezetének tagjai töltötték meg a Lovarda épületét. Azok számára, akik eljöttek, a felcsendült dalok a fiatalságukat idézték meg, hiszen sokuk kortársa, a népszerű énekesnek, Solymos Antalnak, aki bár a látszat nem ezt mutatja, jól van túl van a 70. életévén. Apászló Fel Ágnes polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és arról beszélt, a kortisztelet alapvető norma. Fontos, hogy felismerjük azt, hogy amit az életben elértünk, azt egyrészt magunknak, másrészt szüleinknek, nagyszüleinknek is köszönhetjük. Ki ne emlékezne jó szívvel dédnagyszülei történeteire, nagyanyja finom főztjére. Ők szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak és állnak, ha támogatásra, jó szóra van szükségünk. Munkánkat az elődök eredményeire építve végezzük. A mi életünk is akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előre haladtával saját utódainknak értékesebb világot, példát tudunk mutatni. Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Az ünnepelt korosztály úgy nőtt föl, hogy nem volt életük része a mobiltelefon, az internet, érettkorukban találkoztak először a sztereóhangzással és az ORH rádióval. Fiatalabb korukban nem hallgattak az utcán Walkman CD-t, de dokumentumaik is betöltötték a kredencek fiókjait, a pendrive-ot unokáik, dédunokáik mutatták meg nekik először. Ne félj semmi, ne félj semmi, nézz ide nevedbe! Ne félj semmi, ha rossz a kedve, nézz jól az elembe! Ne félj semmi, mert ettől aztán még napi elfoglaltság volt az órák felhúzása, és a digitális technika nem villogott az órákon, háztartási gépeken. Az otthonokban nem volt automata mosógép, mosogatógép, és a süteményekre való habot is kézzel verték a háziasszonyok. És mindez nem 100 éves távlatokról szól, hanem alig 40-50 esztendőről. Az Idősek Világnapján minden esztendőben a legidősebb meghívottakat külön köszönti a város. A legidősebb hölgye 93 éves Bencédi Gyuláné, a legidősebb férfi pedig a 89 esztendős Schmidt Ferenc volt. Mindketten a Tolnai Idősek Otthonának lakói. Solymos Tóni színpadi rutinjának köszönhetően pillanatok alatt kipirította az idősek arcát, és énekeltette meg a közönséget. Ha a kezennyi megfoghatnál, úgy üts hát felé, mert boldog, oly boldog lennék is
és akkor ez a kis kórus. Most rövid reklám következik, majd a Népmese napjára emlékezünk a Makházban tartott esemény segítségével. Maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres, gépkezelő, borfestő, betanított festő, csomagoló munkakörök betöltésére. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukac@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra: CNC gépkezelő, szelszámkarbantartó, gyártástechnológus, festő, anyagmozgató, raktáros, illetve betanított munkákra operátor, betanított lakatos. Amit kínálunk: pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrier@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74-540-313-20-241-77-17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. Folytatjuk is a Telena magazint. Hétpróbás vetélkedővel ünnepelték meg Tolnán a Népmese világnapját. A mesemondás helyett idén a gyerekek a mesékből jól ismert próbatételekkel mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A Magyar Népmese napját a Magyar Olvasás Társaság kezdeményezésére ünnepeljük 2005 óta. A nap célja az, hogy a könyvtárosok, pedagógusok, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett figyelemmel forduljanak mind a magyar, mind más népek népmeséi felé. Tolnán már hagyománnyá vált, hogy minden évben a kulturális központ megemlékezik a jeles napról. Idén egy vetélkedővel készültünk a gyerekeknek a népmese témájában. Ennek keretében a 7 próba mintájára állítottunk össze nekik feladatokat. Különféle állomások vannak, ahol elméleti és gyakorlati feladatokat kell nekik teljesíteni. A szervezők idén a mesemondás helyett a népmesékhez kapcsolódó játékos, ügyességi feladatokkal várták a diákokat, ezzel is változatossá téve a megmérettetést. A helyi általános iskola alsó tagozatos diákjait célozták meg, onnan várták a jelentkezőket a versenyre.
A Tolnai, Széchenyi tagiskolából és a Mözsi Első István tagiskolából jelentkeztek 3-4 fős csapatok a megmérettetésre. Most éppen az elméleti feladatot, egy tesztet töltenek ki, ezután pedig mennek majd a különféle állomásokra, amiket igyekeztünk elég változatosan összeállítani. Lesz célbalövés, aranyalma keresés, királylány szöktetés, memóriajátékban is kell nekik teljesíteni, illetve lesznek népmesei hangfelismerések, boszorkánykonyhába kell nekik ügyeskedni, mindenféle népmesei elemmel készültünk számukra. A verseny egy teszttel kezdődött, ahol a gyerekek a mesékben való jártasságukról adhattak számot, majd a népmesékből is jól ismert 7 próbás feladatokon keresztül kellett bemutatniuk az ügyességüket. Volt ilyen konyha, ahol kellett így megmondani, hogy hogyan készül a kenyér, meg ilyen hangos szoba is volt, meg volt ilyen aranyalma kereső, ahol meg kellett keresni az almákat, volt egy ilyen királylány szöktető is, ahol ki kellett szabadítani egy királylányt. Kellett olyat, hogy belebújsz egy csizmába, és akkor el kellett ugrani, meg egy ilyen íjászat, hogy le kellett lőni az ablakra. Itt a programok ezreivel annyira föl lehet növelni a jókedvedet, hogy így nem fogod egyből megunni ezt, és jövőre is talán vissza lehet kerülni ide. A rendezvényhez kapcsolódik egy rajzpályázat is, ahol a diákok szintén a népmeséhez kapcsolódóan adhatnak be pályamunkákat, aminek az elbírálása egy későbbi időpontban lesz. Kukucskáló címmel nyílt kiállítása a Magházban Tolnán. A tárlat különlegességét az adja, hogy a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tehetséges diákjainak alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők október 29-ig. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanulóinak összművészeti kiállítása nyílt a Magházban. A Kukucskáló című tárlat keretein belül a diákok rajz, festmény, fotó, illetve irodalom és zene kategóriában mutathatták meg tehetségüket. Az énekléshez nekem mindig ilyen autodidakta módon jött. Igazából 12 éve gitározok, és azzal együtt jött így ez az egész. Néha felkértek énekelni, stb. Hasonló rendezvényeken is így jött nekem az éneklés. Hát kb. Olyan 4-5 éve éneklek talán így rendezvényeken. Eleinte szokatlan volt, meg jártam én is például színjátszó körbe, és ott például furcsa volt fellépni, mert ott nem csak zenélni kellett, hanem játszani is. Meg nyilván eleinte zenélni is furcsa volt, izgultam, stb., de már úgy gondolom, hogy hozzászoktam, de természetesen egy kis egészséges izgalom mindig van az emberben fellépések előtt. Például, amikor ideges vagyok, vagy nem is feltétlenül kell idegesnek lennem, csak kicsit már így elfáradtam, például iskolában, stb. Többi mindennapi tevékenység által, akkor nagyon jó kikapcsolódás ezen, és igazából úgy nagyon gyakorolni, nem, legalábbis arra nagyon időt nem szoktam szánni, inkább szabadidős tevékenységként fogom ezt fel. Legalábbis nem szoktam muszájból zenélni, viszont mindig örömmel töltem, hogyha zenélhetek, és hát minden nap szoktam egy órát szerintem minimum. A 11-es Sándor Zsóka azt mondja, nem volt kérdés, hogy bemutatja-e az alkotásait, szívesen tett eleget a megkeresésnek. Nagyon örültem, hogy részt vettek ezen a kiállításon, mivel ezelőtt főként Szexárdon voltak olyan kiállítások, ahol nekem is voltak alkotásaim, viszont ez is régebben volt, tehát hogy így az utóbbi években nem vettem részt kiállításokon, és nagyon örültem, hogy jött ez a lehetőség, és megmutathatom újabb alkotásaimat is. Most jelenleg abban a korszakomban vagyok, hogy sok mindent próbálgatok, egyre több mindenben próbálom ki magam. Alapvetően nagyon sok mindent szeretek, nagyon szeretek tájképeket csinálni. Az emberábrázolás az, amit még sokat kell gyakorolnom. A legtöbb képemet, mint ezek közül is a kiállítottak közül, legtöbbet akrillal csináltam, de nagyon sokat szoktam például akvarelfestékkel is, általában ez a kettő. Az utóbbi pár évben jöttem rá, hogy én a jövőben is ezzel szeretnék foglalkozni, mert ezt tesz boldoggá. A legegyszerűbben megfogalmazva kikapcsolódás, tehát szabadidőm, bármikor van egy kis szabadidőm, akkor én festek vagy rajzolok valamit, mert tényleg élvezem. Az iskolában szeretnének hagyományt teremteni az eseményből. Dudai Gabriella tanár elmondása szerint már több diák is jelezte, hogy a következő lehetőségnél megmutatná alkotásait. Azért ez a címe lett, mert hogy ez
lehetőséget enged arra, hogy belessenek egy kicsit abba a munkába, vagy abba az életbe, ami a háttérben folyik az iskolában a tanuláson kívül. És az a szándék vezérelt minket, amikor ezt megszerveztük, hogy olyan gyerekek is kapjanak lehetőséget, akik mondjuk nem egy sportegyesületben sportolnak, ahol egyértelműen az eredmények látszanak, vagy egy zeneiskolában zenélnek, hanem egy kicsit olyan műfajokban alkotnak, ahol hát nem kapnak annyi lehetőséget arra, hogy megmutassák magukat. Egyébként ez egy családi nap lett volna a gimnáziumban, csak a járvány miatt elmaradt, és az idén is majd tavasszal fogjuk csak megrendezni, amikor szeretnénk ezt a kiállítást ott az iskolában is megmutatni. És hát mivel ez a folyamat már tavaly elindult, ezért a járványhelyzet miatt akkor a Játszintal azt találtuk ki, aki ugye itt a Magházban szervezi ezt a programot, hogy a helyi újságban indít egy ilyen sorozatot a Virtuális Galéria címmel, és azok az alkotók, akiknek itt most a képei vannak, meg néhányan azok közül, akik a verseket is írták, már az újságban szerepeltek tavaly emiatt, és hát most őket szedtük össze, meg azokat, akiket újonnan megismertünk. Ez nem egy teljes körű bemutatás, mert hogy vannak olyanok, akikhez nem jutott el az információ, vagy nem voltak eléggé merészek megmutatni magukat, mert hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki ennyire megmutassa, hogy mi van benne, hogy engedjen bele kukucskálni a fejébe, úgymond, ahhoz kell egy nagyfokú bizalom. A tárlat október 29-ig tekinthető meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!